Ahogy már az adás elején említettük, Klaus Melinda többször volt már a vendégünk, mint közösségi média szakértő. Én megkockáztatom egyébként, hogy velem beszélgetett először itt az M2 Petőfi TV-n, viszont most egy teljesen új oldalát fogjuk megismerni. Szia Melinda! Sziasztok! Hát DJ is vagy. Így van. Nem csak közösségi média szakértő, hanem DJ is vagy. Egyáltalán mikor kezdted el, és minek a hatására? 14 éve zenélek, és alapvetően reggae zenével kezdtem a DJ-skedést, mert hogy szerettem volna megmutatni a rastafári kultúrát mindenkinek, és akkor fogtam a laptopot, hogy én most zenéket mutogatok, csak aztán elkezdtek felállni rá, táncolni, és onnantól jött a feszültség, hogy te úristen, hát akkor meg kell tanulni keverni, hogy nehogy leüljenek az emberek a tánc közben. A zenészek által leginkább utált kérdést fogom feltenni. Szelektor Emka, ez a te művész neved. Honnan jött ez a név? Ugye két részből áll a név. Abszolút nem utálom ezt a kérdést, mert szerintem abszolút testhez álló. És az egyik, a szelektor név, az kifejezetten a jamaikai kultúrából jön, mert hogy ott a DJ és a szelektor, az két különböző lemezválogató embert jelent. A szelektor az, aki a kultúrát is ápolja, az MK az pedig a monogramom tulajdonképpen fordítva is kimondva. Milyen szakmai sikereket értél el eddig, Melinda? Alapvetően a Petőfi Rádió DJ versenyén voltam 2012-ben a Top 10-be, majd egy másik televíziós műsor Top 10 DJ-jében, de hát több fajta helyszínre hívnak, hál' Istennek több helyen voltam már rezidens is, meg hát a közönség visszajelzése, a közönség szeretete az, ami a legnagyobb siker ebben a témában. És milyen a visszajelzés? Mert itt az elején minket megtáncoltattál. Örülök, pedig izgultam eléggé. Kellemetlen lett főleg volna, Csiti, neked a kedvenc dola szólalt meg, mint és kiderült. És én egyébként utálok táncolni. De jó, ez a jó. Egyébként, hát így a koronavírus alatt egyébként nagyon érdekes, mert ugye most nem látom annyira a közönséget, csak alkalmi jelleggel chatben visszajeleznek, hogy nézik, hallgatják, ott vannak, meg messenger üzenetbe kapok fotókat, hogy a családdal együtt buliznak, és az egy nagyon-nagyon jó érzés, hogy olyan embereknek is tudok élményt adni, akik esetleg korábban nem jöttek el a bulimra, meg családi szórakozást és élményt is tudunk biztosítani. Nagyon szépen köszönjük, Melinda, hogy itt voltál velünk, és hogy tényleg megtáncoltattál bennünket.